zsidó gyermeknek egy ajándék, egy emlék lehetett. Ugye 1926, és ott van a zsidó évszám is, a 3687. Visszaemlékezésekkel, érdekes tárgyakkal és adatokkal készült Link Judit, a Tolnai Könyvtár vezetője előadására. Ebből kiderült, hogy az 1760-as évek környékén kerültek a zsidók Tolnára, a helyiek azonban nem fogadták kitörő örömmel őket, erről árulkodnak az emlékiratok. Nem örültek neki, ugyanis a svábok is kereskedtek, és hát természetesen a súrlódás elkerülhetetlen volt, ami nem is igazán vallási okokból történt, hanem inkább gazdasági. A tolnai kereskedők sokáig védték piacukat, sem a bonyhádiakat, sem a zsidókat nem engedték oda be. Az iratokból kiderül, hogy 1813-ban 30 kereskedő folyamodott letelepedésért, de ellenkeztek a tolnaiak. A helyiek képesek voltak magasabb díjat is fizetni, csak hogy védjék a megélhetési forrásukat. A város kereskedelmi élete 1840-ben nyitotta meg kapuit a 9 fős izraelita kereskedői csoport előtt. Ekkor Tolnán már vallási közösséget is alapítottak, a rabbi pedig Paksról járt oda át. Ekkor a zsidók elkezdtek beépülni a város közösségi életébe is, izraelita magántanárok is feltűntek. Később az oktatásban is kezdtek kitűnni. Számarányosan egyértelmű, hogy több volt a sváb, illetve magyar gyermek, mint a zsidó felekezett gyermek létszáma. És amíg a tolnai túlzsúfolt iskolában, városi iskolában 200-230 gyerekre jutott egy darab tanító, ezt a városnak kellett volna fizetni, ennyire tellett a városról, hogy ennyi tanítót fizessen. Tehát amíg 200-230 főt tanított egy tanító az állami iskolában, illetve az egyházi iskolában, mert egyházi iskola volt az első, addig a zsidóknál ez egy tanítóra körülbelül 20-22 fő jutott, ami jóval hatékonyabb tanítási módszert tesz lehetővé. A felelhető iratok szerint a zsidók otthon voltak a kereskedelemben, de a temetkezést is és a kocsmák üzemeltetését is ők végezték. Mindössze 12 év leforgása alatt sikerült a kereskedelemben vezetői pozíciót betölteniük. Jól mutatja ezt, hogy Tolnán akkor jelenlevő 32 kereskedőből 22-en zsidók voltak. Rövid idő alatt meg is gazdagodtak a kereskedelemből. Ez bizonyítja egy 1895-ös adat, ami szerint a módos tolnai kereskedők zöme zsidó volt. Eközben a számuk is egyre nőtt, a 20. század elejére már több százan éltek Tolnán. 350 fő körül, azt említettem az előadásban is, hogy abban biztos vagyok, hogy a gyermekek ebbe a létszámmal nem tartoztak bele, tehát ez inkább a hitközség tagjainak a létszáma volt. A nőket nem tudom, hogy számolták el akkoriban, vagy nem. Tehát a zsidó hitközség közgyűlési jegyzőkönyvei alapján ennyi főt tartottak számon. Ezeket az információkat elsődlegesen Stern Pál úrtól kaptam, aki az egyik utolsó képviselője a tolnai zsidóságnak. Ő fiatal korában Tolnán élt, most már Pesten lakik, és a nagy részét tőle kaptam, megtisztelt azzal, hogy ő a rendelkezésémre bocsájtotta ezt az általa összeírt kronológiát. Ezt egészítettem ki a Tolnaváros mezőváros monográfiájának adataival. A szép időszak azonban véget ért a világháborúkkal. A tolnai könyvtár vezetője felidézte, mennyien szenvedtek a zsidó törvények alkalmazása miatt, és hogyan indult meg a zsidók deportálása 75 évvel ezelőtt. Június 1944. június 30-án deportálták a zsidókat Tolnáról, először Pécsre, és a pécsi gettóból vitték tovább Kassán keresztül Auschwitzba őket. A tolnai deportáltak 174 fő volt, aki tolnai állampolgár volt, és 230 környékbeli izraelita felekezetűt hoztak még Tolnára, és innen őket is tovább. A tolnai megemlékezés az emlékműnél ért véget.